Három Kiemelten fontos napi rendi pontról szavazott a képviselőtestület a Városháza C szárnyának közgyűlési termében kedd délelőtt. A tárgyalt napi rendeket a következő rendesülésig nem lehetett halasztani, így rendkívüli ülés összehívását kezdeményezte a település pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottsága. A képviselők döntöttek a bölcsödék igazgatóság a Dunaújváros igazgatója, magasabb vezetői megbízása és határozatlan idejű közalkalmazott jogviszonya közös megegyezéssel való megszüntetéséről. Mint ismert, Varga naiva igazgató szeptember 30 ig töltötte volna be a tisztségét, ám levélben kérvényezte megbízás a közös megegyezéssel való megszüntetését augusztus 8-ától. Az intézményi SMS és a közgyűlési határozat nyomán a gazdasági igazgató helyettes veszi át a feladatait szeptember 30 ig Vida Dóra igazgató hivatalba lépéséig. Ezt követően három határozati javaslatot módosított a közgyűlés. Az önkormányzat az idei augusztus 20-ai rendezvényekre Szent István ünnepe, Parázsvarázs és Majka koncert ajánlattételi felhívásokat tett közzé, a nyertes ajánlatot tévők kiválasztásáról pedig a közgyűlés döntött. A határozatokban a beszerzés értékének bruttó megnevezése jelentek meg tévesen, a határozatban a nettó értéklet feltüntetve az Áfa megjelölése nélkül, a módosító javaslat a bruttó kifejezés nettóra való javítását tartalmazza. A napirend apropóján Pintér Tamás azt is bejelentette, hogy a városlakók visszajelzései alapján Dunaújváros is csatlakozik azon települések sorához, ahol nem lesz tűzijáték augusztus 20-án. Az erre biztosított nagyjából másfél millió forintot szociális célokra fordítja az önkormányzat. Harmadik napirendként a Pentelei Szent Panteleimon alapítvány 2016 alapítványjal kötött támogatási szerződésről döntött a közgyűlés. Ehhez kapcsolódóan pintértomás kiemelte az alapítványnak biztosított 3,5 millió forintos támogatás. A közelmúltban hosszú betegség után elhunyt pecsét István családját hivatott segíteni úgy, hogy az így biztosított forrás fedezi az elhunyt hamvainak külföldről történő hazaszállításának költségeit. A polgármester hangsúlyozta, az önkormányzatnak kötelessége támogatnia ebben a családot.